Cyberpunk ebben a műfajban, ami a tudományos fantasztikus irodalomnak, képzőművészetnek és a filmművészetnek egy sajátossága, a cyber előtag, azaz az informatikának a hagyományos klasszikus elnevezéséből, a kibernetikából származik. A punk az pedig egy zenei mozgalom volt a 70-es évek végén, 80-as évek elején, ami egy sajátos öltözködésmóddal, frizura viselettel kapcsolódott össze, és azt lehet mondani, hogy a legpolgárpukkasztóbb műfaj volt a maga nemében. És a két fogalom, a kibernetika és a punk úgy kapcsolódik össze, hogy a cyberpunk jegyében alkotók, a szerzők egy olyan világot álmodtak meg maguknak, amelyben bekövetkezett egy különleges esemény az emberiség történelmében, a technológiai szingularitás, egy olyan esemény, amely után megváltozik az emberi történelem menete, az emberi társadalom szerkezete, és az többi a klasszikus történelmi, szociológiai fogalmakkal már nem lehet leírni. Úgy képzeljük el a Földet ebben a világban, hogy óriási, multinacionális, óriás cégek által uralt városállamok léteznek a Földön, amelyeket a technológiai hatalom birtokosai irányítanak, és ezekben a városállamokban a hétköznapi emberek, a hackerek, vagy konzolkábolyok, kalózok, ők vagy a fennálló rendszer ellen, vagy pedig a technológiai szingularitás ellen, illetve annak érdekében próbálnak meg bizonyos célokat elérni, bizonyos missziókat, küldetéseket teljesíteni. Azt kell elképzelni, hogy ebben a világban az a realitás, amiben most élünk, az pusztán már csak azért létezik, hogy megteremtse azokat a körülményeket, azokat a feltételeket, hogy a hackerek belépjenek a kibertérbe, a virtuális valóságba, és az emberi történelem lényeges eseményei már ebben az infokommunikációs térben történnek meg. A külszínen, a felszínen, abban a realitásban, amiben mi élünk jelenleg, a belépéshez szükséges adalékokat kapják. Implantátumokat, kábítószereket, olyan eszközöket, hardvereket, amiknek a segítségével közvetlen kapcsolatot lehet kiépíteni az idegrendszerük és az információs hálózat között.